Nagy szeretettel köszöntünk mindenkit a mai sorozatunk kezdő alkalmán. Sok szeretettel köszöntöm vendégünket, Ungvári Krisztiánt és a házigazdát, Garadnai Zoltánt. Nekem az a tisztem, hogy ezt a programsorozatot valamilyen szinten, hát hogy így mondjam, elindítsam. Ugye néhány évvel ezelőtt író-olvasó találkozót indítottunk a Petőfi Sándor Művész Jászban, a Huszári Kata Jászai Mari Díjas színművész, Csömörön élő színművész, a legkiválóbb, legismertebb mai magyar írókat hónapról hónapra hívja el hozzánk. Nagyon színvonalas alkalmak ezek. Két évvel ezelőtt körülbelül ugye Mandur László egy Kontakt című fotó klubot indított ebben a könyvtárban, ahol szintén a hazai fotós társadalom, fotóművész társadalomnak a legkiválóbb szereplői voltak a vendégeink. Most pedig, nem is meglepő módon, a Törtem házhoz jön. Ugye ez a cím ennek a sorozatunknak. Hát ezzel sok mindent kifejeztünk, nevezetesen azt, hogy szeretnénk, hogy nagyon lusták vagyunk, mint Csömöröm, és szeretnénk, hogy a legkiválóbb szakemberek ide eljönnének hónapra. Hónapra a legkülönbözőbb tudományterületek képviselői. Azt gondolom, hogy ez nagyon-nagyon színvonalas sorozat lesz ismét, mint Garadnai Zoltán, a Országos Nemzeti Levéltár főigazgatója szervez. Főosztályvezető, bocsánat, az egy másik pozíció. Főosztályvezetője szervez, és hát abba bízunk, hogy egyre többen és többen érdeklődünk majd intenzíven a történelem legaktuálisabb kérdése iránt. Ami a mai alkalom, és talán ezért is beszélek egy kicsit én is szívesen a mai alkalom apropóján, nagyon fontos és érdekes lehet számunkra, hogy Budapest ostromáról lesz szó, és a csömöriek emlékezetében azt hiszem ez nagyon komolyan benne élő esemény volt, hiszen a front jelentős részben rajtunk keresztül haladt végig. Nagyszüleim nagyon sokat meséltek, a rokonságba is ezekről a hetekről, hónapokról, ahogy megélték itt 1944 telét Csömörön, amikor egy idő után ki is sűrítették a települést, jönnek az oroszok, mennünk kell, mondta, mennünk kellett, mondta nagymamám, hónapról hónapra elmesélték ezeket az idősek, ezeket a napokat. December 15-én, két hónappal ezelőtt, az Attila vonal egy szimbolikus pontján, egy második világháborús emlékhelyet avattunk fel. Aranysi Péter Máté, szintén Csömörön élő helytörténészünk kutatásainak eredményeképpen, és ez az emlékhely mutatja be azt, hogy hol is történtek az első áttörések Budapest ostromát előkészítendő Csömör térségében. Nagyon sok csömöri emlékezik azokra a hetekre, napokra, harcokra. Én úgy gondolom, hogy a mostani alkalom ez egy kiváló lehetőség arra, hogy komoly szakmai szemmel az egész magyarországi hadtörténeti folyamatokat is, hadászati folyamatokat is hát, jelentőségét és körülményeit jobban megismerve ráláthassunk kicsit arra, hogy mi történt itt Csömörön is, és természetesen az egész főváros ostrománál. Én nagyon örülök, hogy ilyen kiváló szakember, talán a korszak legkiválóbb kutatója Magyarországon ismertet meg minket ezekkel az információkkal, és bízom benne, hogy nagyon hasznosnak ítéljük majd ezt a ma estét. Köszönöm szépen! Köszönöm. Én megragadom a alkalmat, és akkor picit beszélek erről a programsorozatról, mely régóta érlelődik bennem a gondolat, hogy a történelem jöjjön házhoz, hogyha már kedvenc is választott, és szakmám, illetve az élethivatásom, hogy történelemmel foglalkozzak immáról most már több évtizeden. És hát ez alatt az idő alatt azért számos kiváló szakemberrel volt szerencsé, részben a professzoraim, részben ugye a szakmán keresztül megismerkedni, és meglepő, nem, illetve nem meglepő volt számomra, hanem megnyugvásra vettem, inkább az első kifejezés, hogy mindenki azonnal elfogadta a meghívást.
hogy kik jönnek, a Krisztián is azonnal elfogadta a meghívást, de hogy nem csak ő jön, mert ugye 6 program lesz ebben az évben, 6 előadás lesz Krisztiánnal együtt, és hogyha ez sikeres lesz, és lesz rá igény, akkor jövőre folytatjuk, mert már lennének jelöltek. És következő alkalom áprilisban lesz, akkor Kissé László professzor fog majd beszélni a Németország, Német Egyesülésről, a németségről, Németország és Európa viszonyáról. Ez egy nagyon érdekes és komoly előadás, ő is egy nemzetközileg elismert szakértője a témának. Majd jön Gazdag Ferenc április, májusban, aki a NATO-ról fog beszélni, a NATO történetéről, annak is lett egyfajta aktualitása. Akkor még nem tudtuk, hogy itt ukránválság lesz a szomszédunkban, így ezért Ukrajna nincsen benne ebben az éves programban, én nem fog változtatni emiatt a terven, meg egyébként is várjuk meg, hogy hova folynak ki az események, de bár tudom, hogy kit fogok majd megkérni arra, hogy Ukrajna történetéről, illetve erről egész kérdéskörről beszéljen, de már csak a jövőben. Ősszel pedig jönni fog Fehérdi Gergely barátom, aki negyedik Károlyról és Habsburg Ottóról, tehát a Habsburg családnak a történetéről és a Habsburgoknak a szerepéről, ugye a 20. századról van szó, ez egy nagyon komoly kutatásokat eredményez, és szó szerint a félvilágot bejárta már, sőt szinte az egész világot, hogy föltárja a forrásokat, és erről fog beszélni. Minden kutató, minden előadó egyben a saját szakmai témájáról fog beszélni, illetve arról, amit elért a kutatásai során. Majd jön az aranybulla, tehát hogy egy kicsit visszamegyünk a középkorba, ugye emlékév van, Rász György kollégám fog majd jönni ősszel novemberben, aki az aranybulláról fog majd beszélni, aranybulla történetéről. Most mondom, hogy augusztus 20-án lesz egy kiállítás a Várban, Levéltárban az aranybullákról, tehát ez egy külön kamara kiállítás lesz, ez most már szervezés alatt, addig összeállnak a prospektusok, sok minden. Úgyhogy Gyuri is azonnal elfogadta, és örömmel elfogadta, és hát kicsit könnyebb lesz ugye évvége, felé pedig Katona Csaba kiváló barátom és szinte kiváló történész fog jönni a Történettudományi Intézetből, ő pedig a sörfogyasztás kultúrtörténetéről, egyáltalán a sör készítés történetéről, ez imádja ezt a témát, és sok témát imád, de ezt is mondom, akkor legyen egy kicsit könnyedebb, és ismervén a Csabát ismervén egészen biztos benne, hogy élvezetes előadás lesz. Előadásban lesz részünk. Én már tudom, a jövő évi programot is a fejemben benne van, de erről ez maradjon az én titkom egyelőre, és függjön attól, hogy ez a év hogyan sikerül, és egyáltalán lesz-e rá érdeklődés, de higgyék el, hosszú-hosszú évekre be tudnánk tervezni. Tehát, és ez most tényleg nem túlzás a részemről, hosszú évekre be tudnánk tervezni az előadásokat. Krisztiánnal a kapcsolatom hát régi, mert elmondhatom, mert kérdeztem tőle, hogy elmondhatom, mert még emlékszem, amikor én is pályakezdőként a Levéltárban, ott még Óbudán, és akkor jött hozzám valami kutatásban kellett neki segíteni, valami témával kapcsolatban, és akkor ott a szobámból így kinézett az ablak, ez egy volt szovjet laktanya volt, a Óbudai épület, azt kell tudni, egy volt szovjet laktanyának a épülete volt, és hogy kinézett, és akkor csak annyit mondott, hogy ja, emlékszem, mikor gimnazista voltam, is sefteltem a szovjetekkel, ugye felszereléseket, meg satipéket szerzett, úgyhogy innentől kezdve alakult közöttünk ki a barátság, illetve a jó viszony, meg hát ugye tavaly előtt, hogy Erdőbényén, ugye azért mondta, hogy azért azt mondjam azt, hogy mezőgazdasági termelés, hiszen borász is egyben, nem csak történész, és voltunk nála, és találkoztunk családilag is egymással. Krisztián nagyon évtizedek óta foglalkozik 6 történettel, az a témának elismert szakértője, és történettudomány akadémiai doktora, tehát számos publikációja jelent meg magyar-angol, illetve magyar is élegenye, angol és német nyelven, ugye történelmi német szakos tanár eredetileg, tehát a lányomnak is mondtam, hogy ugye ő is németet tanul, hogy olyan történész jön, aki történelmi német szakot végzett, és ez alatt az idő alatt, évtizedek alatt számos publikációt fel sem tudom sorolni, jelent meg, egyben ugye aktív közéleti szereplés, de ez a program, azt most is mondom, ez történeti program lesz, tehát ez nem közéleti program. Nyilvánvaló, hogy a kérdéseket a Krisztián föl lehet tenni, akármiről kapcsolatban, hogy nincsen korlátozás, de ez alapvetően egy szakmai konferencia sorozat lesz, pontos előadás sorozat lesz. Mindenki elsősorban a saját szakterületéről fog majd beszélni, de hát látjuk azt, hogy a történelem ez egy eleven dolog, tehát nem hogy házhoz jön, hanem velünk és bennünk is él.
Tehát nem lehet elválasztani a múltat a jelentől, sőt, az is a történelem, az, hogy beléptünk itt késve az ajtón, az is már a történelemnek a része, hiszen már a múltnak a része, és a történelemnek a része az is, hogy mi történt itt Csömörön, volt szerencsém én megnézni én is ezt a emlékhelyet, és látni az árkokat, a lövészárkokat, és emlékezve a saját család történetemre is, tehát ez szerintem mindenkit érintett. Úgyhogy én azt gondolom, hogy a lehető legkiválóbb, és igaza van a polgármester úrnak, hogy egyik ország legkiválóbb szakértőjét nyertük meg, vagy kértük föl, és fogadta el. Úgyhogy én nem is nagyon szeretném szaporítani a szót, talán röviden ennyit, és inkább átadnám a terepet a főszereplőnek, Ungvári Krisztiánnak, aki Budapest Ostromáról, illetve különös tekintettel a csömöri eseményekről fog beszélni, vetítéssel egyben. Úgyhogy köszönöm eddig is figyelmet, és akkor tényleg tiéd a terep. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Először is zavarba hoznak ezek a dicsérő szavak, de reméljük, hogy nem fogok önöknek csalódást okozni. Sokan felteszik a kérdést, hogy miért foglalkozunk a múlttal. Ezt nekem magamnak is mindig föl kell tennem egyébként. És mindig ugyanarra a válaszra jutok, hogy a múlt az mindig a mának szól. És ezért értelmeződik nagyon sokszor ugyanaz az esemény át. Ezzel tisztában vagyok, és Budapest Ostroma kapcsán is gondoltam, hogy ez így van, de azt nem gondoltam, hogy amikor felkérnek, akkor az előadás megtartása már egy európai nagyváros véres ostroma kellős közepén fog zajlani. Éppen ezért az, amiről az előadás szól, mindenki maga eldöntheti, hogy mennyi köze van esetleg a mostani eseményekhez is. De még mielőtt belemennék ebbe a Budapest ostromába, és ettől kezdve több áthallásos dolgot nem is fogok mondani a előadásom végéig, legalábbis remélem. Egy aspektus mindenképp szeretnék kiemelni, ami azért nagyon izgalmas, mert a történelemben azt is felszokták tenni ezt a kérdést, hogy mi lett volna ha, és szerintem ez egy teljesen legitim kérdés, és pedig azért legitim kérdés, mert ha nem tudnánk feltenni, akkor azt is mondjuk, hogy tulajdonképpen nincs felelősség. Hiszen ha minden eleve elrendeltetett, és úgy kellett történnie, ahogy, tehát Budapest ostroma is eleve elrendeltetett, akkor nincs felelős. Én viszont azt gondolom, hogy minden történelmi eseménynek van felelőse, ennek az előadásnak is, nyilván ennek én vagyok, ha valamit rosszul csinálok, akkor engem kell és lehet ezért felelősségre vonni. Az, hogy Magyarországon mi történt 1944-ben, az pedig azért egy hallatlan izgalmas kérdés, mert nem csak számunkra fájdalmas a végeredmény, hanem másoknak is az. Nevezetesen kevesen tudják, hogy a II. Világháború halálos áldozatainak fele az a háború utolsó 12 hónapjába keletkezik, legalábbis a német oldalról. Tehát többen halnak meg 1944. május és 45. május között, mint 1939. szeptember és 1944. áprilisa között. Ez napi 9900 ember. Minden egyes nap. Ezek a veszteségek magyar szempontból is hasonlóan óriásiak. Részben a katonai része is, részben a civil része is, és a civil részének a legnagyobb része ugye a deportált magyarországi megbélyegzett honfitársainkról van szó, akik az a 437 ezer zsidónak nyilvánított ember, ők nagy részben, ugye 80%-ban már a megérkezéskor meggyilkolják őket, de a maradék 20%, aki a kényszermunkatáborokban túléli, azoknak is az élet bemaradási esélyei csekélyek. Na most, hogy szükségszerű volt-e ez, vagy sem, azt leginkább a kiugrás kérdésén mérhetjük le. Volt ugye Horthy Miklósnak ez az 1944. október 15-i kiugrási kísérlete. Ha ez sikeres, akkor nyilván nincs Budapest ostroma, de még nagyon sok más dolog sem lesz, és itt végig kell venni azt, hogy miért annyira fontos Magyarország, mert ez magyarázni fogja aztán azt is, hogy miért került sor a főváros ostromára. Német szempontból a magyar hadszíntér az kulcsfontosságú, ugyanis ekkoriban egyrészt csak Magyarországon lehetett már olajat bányászni, kőolajat bányászni, és csak Magyarországon lehetett benzint finomítani, ugyanis a német műbenzingyárak azok lebombázódtak, Románia pedig 1944. augusztusában kiugrott ugye a háborúból. Ez azt jelenti, hogy ha nincs olaj, nincs benzin, nem tudnak mozogni a német harckocsik, vége a háborúnak. Hitler
nagyon sokszor tábornoka jelenállásával találkozott, mert hogy furcsa módon neki mertek egyébként a felső vezetők ellent mondani, ez nagyon érdekes, tehát Sztálin esetében ilyen nem fordult elő, hogy valaki az ő döntéseit egyetlen kétségbe vonja. Hitler állandóan konfrontálódott azzal, hogy a német tábornokok nyavajognak, hogy miért kell megint Magyarországra küldeni erősítéseket, és Hitler ilyenkor mindig örjöngött, és mondta, hogy nem értik, ezek teljesen hülyék, a felőlem Berlin is eleshet, de Budapestet mindenképp tartani kell, ezt így kimondta. És ez az olaj miatt volt, illetve nem csak az olaj miatt, hanem a Magyar Honvédség harcértéke és létszáma miatt is. Ez a táblázat mutatja, itt ugyan a betűk nem fognak látszódni, de a figurák látszanak, ezek a gyalogzászlóaljak, harckocsik és romlővegek, nehéz páncéltörő, vagyunk itt rossz az ikon, mindegy, és a tüzérség. A piros oszlopok jelzik a magyar erőket, a zöld oszlopok a német erőket. Az első oszlop az azt mondja szeptember 4, utána szeptember 14, október 11, november, december, január, február, március. Azt látni ezen a táblázaton, hogy a magyar erőknek a jelentősége a magyar hadszíntéren a gyalogságot illetően még 45 márciusban se teljesen elhanyagolható, sőt még a tüzérségnél sem. A gyalogságnál korábban meg igazából elsöprő. Tehát ha azt nézzük, egészen 1944 mondjuk november-decemberig a magyar erők azok paritásban vannak a némettel. Ezt annak fényébe kell nézni ráadásul, hogy Magyarország a németeknek is kiemelt hadszintér volt, tehát elég sok mindent küldtek ide. Hitler pedig tudta azt, hogy amennyiben a magyar főváros elesik, akkor vélhetően ott beiktatnak majd egy ellenkormányt, és a Magyar Honvédségnek az egyébként se túlságosan magas harckészsége az tovább lefele fog zuhanni, és ezek az erők, amiket ezekben a táblázatban mutattam, ezek kiesnek. Ezek nélkül viszont a háborút nem lehetett volna folytatni. És érdemes itt összehasonlítani az olasz, a finn, a román és a magyar kiugrási kísérlet lehetőségeit, csak nagyon röviden, mert sokszor szokták mondani, hogy ezek a románok milyen jól csináltak, és mi milyen rosszul, és ez nem így van. A románoknál ugyanis következő történt, Romániának nem volt fegyverszüneti delegációja Moszkvába akkor, amikor a román király kiugrott, tehát ők vakon ugrottak ki, ráadásul a román király a kiugrás után 24-én reggel fogta magát és elment Bukarestből, ott hagyta az egészet, mint csapott papot, és 9 napig egy Kárpátok alján levő kastélyba töltötte az időt, megvárván, hogy kialakul a helyzet. Tehát ott hagyta gyakorlatilag a kormányát is. Ehhez képest a magyar kiugrás úgy zajlott le, hogy volt egy titkos magyar fegyverszüneti delegáció. Ez Moszkvában már megállapodott a szovjetekkel. Ez azért jelentős, mert a románok a következőképp jártak. Kiugrottak, úgymond vakon. A szovjetek azt mondták, hát ez nagyon szép, amit ti csináltok, de nincs megállapodás, úgyhogy mindenkit, akit elfogunk, az megy Szibériába, és ezt csinálták még 2 héten át. Tehát gyakorlatilag, egy héten át pontosabban, tehát egy héten keresztül minden román katonát, aki megadta magát, azt elvittek hadifogolynak. És a románok tettek ilyen kéréseket, hogy szeretnének fegyverszünetet aláírni. Ez a fegyverszünet aláírás, ez aztán szeptember 11-én, tehát 3 héttel később valósult meg, és úgy zajlott le nagyon megalázó feltételek között, hogy ki volt rakva egy papírlap meg egy toll, közölték, hogy tárgyalás nincs, alá lehet írni, vagy pedig nekünk az is jó, ami most van. Ezt mondta a szovjet fél főtárgyalója, Vjacheszláv Molotov a románoknak, és a románok hiába próbálkoztak, hogy legalább akkor Bukarestből vonuljanak ki, vagy akkor legyenek garanciák Erdélyre. Mondták, hogy nem. Erdély kapcsán csak annyit mondtak, hogy Románia visszakapja vagy Erdélyt, vagy a nagyobbik részét, de hogy mennyit, az arra nem volt ígérve. Magyarországnak viszont volt fegyverszüneti delegációja Moszkvába. Ez a fegyverszüneti delegáció megállapodott egy előzetes fegyverszünetbe, és abban az előzetes fegyverszünetben az volt, hogy a magyar honvédség, akik átállnak, azok természetesen nem lesznek hadifoglyok, hanem a szovjet oldalon harcolnak tovább. Finn fegyverszünet egy egyszerű történetnek tűnik, nyilván a németek könnyen ki tudtak vonulni onnan, és a fegyverszünet kulcsa is az volt, hogy nyilván a finn hadsereg se akarta hátba támadni a németeket, egyébként a román se akarta, és Horthy Miklósnak is a legnagyobb gátlása attól volt, hogy a korábbi szövetségesét nem akarta hátba támadni. Viszont aláírt egy fegyverszünetet, amiben az volt, hogy magyar
a magyar aláíró vállalja, hogy megtámadja Németországot. Ha Orthonynak több esze lett volna, akkor tudhatta volna, hogy a németek úgy is támadni fognak, tehát neki hadat se kell üzennie, hiszen a németek ezt a szívességet maguktól megteszik, tehát neki csak védekezni kell. Azonban Horthy elkövette azt a hibát egyrészt, hogy amikor rászánta magát a kiugrásra, és közreadta azt a bizonyos proklamációt október 15-én, abban csak annyi szerepelt, hogy fegyverszünetet kértem, de nem az, ami a valóságnak megfelelt volna, hogy fegyverszünetet kötöttem. Ugyanis ő akkor már megkötötte a fegyverszünetet, erre határozott írásbeli engedélyt adott, plusz még táviraton is ezt elküldte Moszkvába október 11-én, tehát már 4 nappal korábban. Ez volt az első probléma. A másik pedig ugye a proklamáció szövegének az átértelmezése, mert ugye a proklamációban nem volt elmondva, hogy mit kell csinálni, csak annyi szerepelt, hogy Németország megszegte szövetségesi hűségét, és hogy egyetlen nemzet se áldozhatja meg fel magát a szövetségesi hűség oltárán, és ezért Horthy Miklós fegyverszünetet kér. Vezérkari főnökségen a tisztek nagy része egyáltalán nem örült ennek, mert nagyon német barát volt, és ki is adtak egy parancsot, amiben az szerepelt, hogy további intézkedésig mind a szovjet, mind a német csapatokkal szemben úgy kell eljárni, hogy nem kell őket megtámadni, és meg kell várni a további utasításokat. És Horthy, aki először ezen a parancson felháborodott, aztán maga is szankcionálta, tehát maga is jóvá hagyta azt a Vörös János honvéd vezérkar főnök által kiadott utasítást, amiben az szerepelt, hogy további intézkedésig ez a dolog nem azt jelenti, hogy fegyverszünet van, hanem még csak tárgyalunk róla, és amíg ezek a tárgyalások befejezést nem nyernek, addig minden menjen úgy, ahogy régebben volt, és nem is az, hogy senkit se támadjanak meg, hanem tovább folynak a hadműveletek a németek oldalán. Tehát Horthy saját maga szívta vissza igazából ezt a fegyverszüneti próbálkozását, és ez egy katasztrófával járt, mert addig, amíg a kormányzó nem ad egyértelmű parancsot, nem lehet elvárni az alárendeltektől, hogy ők a kormányzó helyett egy politikai döntést hozzanak meg, ugyanis a katona, ezt egyébként ma is látjuk, az alapvetően parancsot hajt végre, sajnos, és nem politikai döntéseket hoz. Ez nem az ő feladata normális esetben, hogy önállóan politikai döntéseket hozzon, és itt is ez történt, és ennek fatális következményei lettek. Van egy másik szempont is természetesen, mert most Hitlernek a motivációiról beszéltem, hogy neki miért fontos Budapest, azonban nézzük meg, hogy nézett ez ki Sztálin és a nyugati szövetségesek oldaláról, és akkor ehhez a kis papírkához jutunk, ami az úgynevezett százalékegyezmény. Lehet, hogy már van, aki hallott erről. 1944. októberében Winston Churchill Moszkvába tárgyalt, és egy viszonylag komoly mennyiségű alkohol elfogyasztása után egy este felvetette Sztálinnak, hogy talán jó lenne, hogyha megállapodnánk a érdekeltségeinkről Európában, amire Sztálin bólintott, és Churchill erre a kis papírkára felírogatta a kelet-európai országok nevét, részben egyébként helyesírási hibával, írt mindenféle százalékokat, majd odaadta Sztálinnak, aki ezt kipipálta, hogy ez így oké. És akkor amikor az Churchill visszakapta ezt a cédulát, feltétlenül kijózanodhatott egy kicsit, és felvetette, hogy Sztálin úr nem gondolja, hogy esetleg későbbi korok szereplőit frivolnak fogják tartani, hogy mi így döntöttünk népekről, mint marhacsordákról, és hogy ezt inkább tépjük össze ezt a cédulát. De Sztálin azt mondta, hogy nem, tartsa csak meg, és Churchill volt annyira ostoba, hogy leadta a hivatali irataival együtt, így ez egy levéltárban van, és ezért tudjuk, hogy ez hogy ment. De a cédula utóélete is érdekes, mert ugye itt látjuk Magyarországnál 50-50%. Miután ez a cédula úgymond megállapodás tárgyává vált, másnap elkezdődött az alkudozás, mint egy ilyen isztambuli bazárba, hogy nem ennyi annyi, és cseréljünk, mert akkor a románoknál ott legyen mondjuk csak a 90 helyett 75, meg a Bulgáriában az oroszoknak legyen 100, és akkor cserébe ki mit ad a másiknak. Ez a magyar 50-50% nem volt akkor még alkutárgya. Hozzá kell tennem, hogy nem is nagyon lehetett, mert hogy az angol fél egy nagyon rossz helyzetben volt.
Tehát elítélhetjük Churchillt ezért a papírért, azonban az ő oldalát is meg kell nézni, és ez hogy nézett ki? 1944. októberében az angol csapatok Itáliába toporogtak, több mint 800 kilométerre a magyar határtól. Ehhez képest ugyanebben az időpontban a szovjet csapatok a Tiszánál, illetve a Duna-Tisza közén voltak. Magyarország akkori határait nézve igazából az 50%-ot már meg is szerezték. Churchill igazából csak azt szerette volna elérni, hogy legalább valami maradjon meg neki ebből a Magyarországból, valamilyen befolyási érdek elismerése. És Stalin ehhez hozzá is járult, amit könnyen tett, azonban Churchillnek volt egy olyan ötlete is, hogy ő nagyon szívesen csinálna egy hadműveletet, hogy angol csapatok partra szállnának valahol Dalmáciába, és a Szlovénián keresztül elérnék a Dunántúlt. Most Stalin mindent akart, csak ezt nem, mert hogy abban az esetben az ő sokkal nagyra vágyobb tervei, mert ő 100%-ba gondolkodott, ezek nem valósultak volna meg. Hozzá kell tennem, hogy sajnos magyar politikai elit is ugye rettegett a Szovjetuniótól, nem teljesen alaptalanul, tehát ezt be kell látni, hogy érthető módon. Azonban illúziókat kergetett, mert Horthy is igazából ő magát az amerikaiaknak és angoloknak szerette volna megadni. És reménykedett abban, hogy lesz majd egy ilyen isztriai partra szállás, és erre mindenféle tervet is dolgoztak ki, magyar csapatokat vezényeltek a Dunántúra, de hát ebből nem lett semmi, és ezt lehetett világosan látni 1944. szeptemberében, hogy ez most már késő, kifutottunk az időből. Visszatérve tehát a százalékegyezményre, ez azért nagyon érdekes, mert mutatja azt, hogy a britek még próbálnak itt pozíciókat fenntartani, miközben Stalin teljes magabiztossággal adhat 50%-ot, amikor már annak igazából birtokában is van. Stalin ekkor már, amikor ezt a papírt kitöltötte, már ugye megállapodotta az ideiglenes nemzeti kormánya, Dánoki Miklós Béla vezérezedessel, sőt azt is tudta, hogy ezeket hamarosan ki fogja nevezni a nyilvánosság előtt is, és be fogja iktatni erre, aztán pont Budapest ostroma miatt csak 1944. decemberében Debrecenbe került sor, de az eredeti terv az az lett volna, hogy lehetőleg minél hamarabb Budapesten, mert hogy ebben az esetben, ha ezt meg lehet csinálni, akkor a magyar hadsereg is nagyon nagy részbe átáll. Ez a kép Wilhelm Schöning alezredest mutatja, ez most egy kis más aspektusa az a ostromnak, mert eddig most a politikai dolgokról beszéltem, és egy szemét kihagytam, Szálasi Ferencet, akinek ugyanis ugyan volt egy véleménye arról, hogy Budapestet nem érdemes tartani, mert hogy a nagyvárosi csőcsedék majd fel fog lázadni, de hát Szálasi véleményét ekkor Hitler már nem igazán tartotta fontosnak, fogalmazzunk így. Van a dolognak, ennek az ostromnak egy magán jellegű része is, nevezetesen azok a traumák, amikkel az emberek szembesültek, akik részt vettek benne. Ez a kép Georg Wilhelm Schöninget mutatja, aki egyébként itt is tetvett Csömör környékén. Ő a 66. német páncélgránátos ezred parancsnoka volt. Ez a kép 1944. februárjában készült, amikor megkapta a vaskereszt lovak keresztjét, és mivel nem volt eredeti darab kéznél, azért egy másodosztályú vaskeresztet raktak a nyakába. Ez pedig 2 évvel később készült. Látszik a két kép között is némi változás az arcán, és ez Budapest ostroma miatt van. Schöning elég sok mindent végigcsinált, tehát még a sztálingrádi csata elejében is részt vett, de a rémálmai azok mindig a Budapest miatt voltak, és ez a Budapest foglalkoztatta igazából haláláig, és ezzel nem volt egyedül. Tehát több olyan katonával beszéltem, aki megjárta a Donkanyart, és végigcsinálta a visszavonulást, meg Budapest ostromát. Az ostrom az minden korábbi rémséget igazából felülírt. A szovjet első offenzíva Budapest ellen, ez a Duna-Tisza közéről indul, alapvetően október 31-én, vagy nem 29-én, és ennek az előzménye az, hogy október 25-én Malinovszky marsal egy telefont kap Moszkvából, a vonal túlsó végén Sztálin állt, és megkérdezte, hogy mennyi időre van szüksége a második ukrán frontnak Budapest elfoglalására, Malinovszky erre mondott valamit, közölte Sztálin, hogy ez túl sok, 4 nap van erre, értse meg, hogy politikai jogból szükséges a magyar főváros elfoglalása.
Malinovszkij próbált ellent mondani, de Sztálin letorkolta, és ezek után nem lehetett appelláttá. Úgyhogy világos parancsot kapott, és a szovjetek, akik nem voltak erre akkor igazán felkészülve, mert hogy a debreceni páncélos csatában a szovjetek is egy elég nagy tolfosztáson mentek keresztül, tehát nagyon sok harckocsit vesztettek, a tüzérségük egy része is oda lett. Ezért igaz, hogy elérték nagyon hamar innen a főváros déli határát, azonban itt a front megállt. Nem tudom, mennyire látszanak ezek a táblázatok, hogy 44. szeptember 25-én 14 német harosztály van, január 10-én 28, március 15-én pedig már 29, illetve itt a harckocsik és rohamlövek, hogy szeptember 25-én 192 harckocsi és rohamlövek, márciusban meg már 772, de az a javítás alattiakkal még nagyobb számok vannak, illetve az erők, hogy itt volt azért végig egy viszonylag komoly szovjet túlerő a magyar hadszíntéren, de ami nagyon érdekes, az elképesztő mennyiségű német technika, ami Magyarországra került. Tehát még az éjjellátó készülékekkel felszerelt királytigris, illetve párduc harckocsikat is Magyarországra vezényelték, aztán Budapest felmentésére. Ő Budapest német parancsnoka. Budapest ostroma kapcsán érdemes néhány szeméről külön megemlékezni. Karl Pfeffer Wildenbruch, ő egy eredetileg rendőrtiszt volt, részt vett a chilei rendőrség felállításában is. Egy igazi bürokrata hírében állt, akiről a katonái azt a viccet mesélték az ostrom alatt, hogy bizonyára meg fogja kapni az aranysebesülési jelvényt, amikor vége lesz az ostromnak, mert hogy megvakul, amikor meglátja megint a napot. Ugyanis egyszer se hagyta el az alagútba berendezett óvóhelyét. Az alagútba egyébként, ott ugye most a TEK őrzi ezt az objektumot. Ha mennek Budapesten az alagútban, mondjuk a budai oldalról Pest fele, akkor jobbkéz fele, a alagút közepén van két vasajtó. Ez a kormányzósági óvóhelyet takarja. Ezt a kormányzósági óvóhelyet 1939 után építették ki Horthy Miklós számára, azonban a kormányzó ezt az óvóhelyet egyetlen egy alkalommal használta, és aztán nem volt hajlandó oda lemenni többet. Az 50-es években Rákosi Mátyás ezt jelentősen kiépítette, aztán a Kádár rendszerbe is tovább építették, és minden politikai bizottsági tagnak is volt külön szobája, én is voltam ott ebben. Reméljük, hogy egyszer majd a nagy közönség számára is megnyílik. Pfeffer Wildenbruchot azért vezényelték Magyarországra eredetileg, mert hogy tartott Hitler attól, hogy esetleg itt a magyar lakosság felkel, mint hogy Varsóban is volt erre példa, meg alapvetően az SS tábornokokban jobban bízott, és így lett Pfeffer Wildenbruch, akinek nem volt korábban harcvezetési tapasztalata, Budapest védőseregének a parancsnoka. Azt lehet róla igazából tudni azon kívül, amit mondtam, hogy a magyar kollégájával, Hindi Ivánnal egy rendkívül hűvös viszonyban volt, szinte soha nem tájékoztatta semmiről, és ami ugye a legsúlyosabb történet, hogy tisztjei, beosztottai többször kérték őt az ostrom alatt, már a bekerítésbe, hogy adjon engedélyt arra, hogy kitörhessenek Budapestről. Pfeffer Wildenbruch ezt minden alkalommal felterjesztette, és mi a tiltó parancsot kapott, megtiltotta. Hozzáteszem, ez nem szükségszerű. Harkov esetében Paul Hauser SS tábornok szintén parancsot kapott a Führertől, hogy Harkovból nem vonulhat ki, és ezt utolsó vérig tartania kell, de Hauser azt mondta, ez hülyeség, kivonult Harkovból 43. februárjában, majd márciusban visszafoglalta Harkovot, nem akasztotta fel a Führer, sőt, aztán ki is kellett, hogy tüntesse, mert egy egészen brilliáns, katonai szempontból brilliáns hadműveletet hajtott végre. Pfeffer Wildenbruch nem ez a típusú katona volt, amikor már az egésznek semmi esélye nem volt, erről fogok még később beszélni, parancsot adott a kitörésre, a kitörés során szándékosan egy olyan úton, ami nem tűnt annyira kockázatosnak, az az ördögárkon keresztül próbált kijutni az ostromlott városból, majd amikor kimászott az ördögárokból, és azt vette észre, hogy a levegő nagyon ólomtartalmú, berohant egy villába, és ott az első szovjet őrjáratnak megadta magát, egy feltétele volt, hogy legalább egy őrnagyi rendfokozatú személy vegye át őket. Ez azt gondolom, ez a gyávasság minősített esete, különösen annak tükrébe, hogy miközben ő az első szovjet katonának megadja magát,
a saját embereit, azokat belehajtja egy olyan helyzetbe, ahol körülbelül 24 ezer német katonából 20 ezer meghal. Ez azt jelenti, hogy 20 ezer anya, és legalább 5-10 ezer árva gyerek maradt ezek után, az emberek után. Ezt én úgy hívnám, hogy tömeggyilkosság, aminek van egy katonai felelőse, és ez Pfefferwildebruch volt. A szovjet oldalon sem föltétlenül a tökéletes parancsnokok voltak. Itt a budapesti csoport parancsnokát, Iván Mihajlovics Afonyin vezérőrnagyot említeném meg. Afonyin eredetleg a 18. önálló hadtest parancsnoka volt, akik már a Kárpátokban is harcoltak magyarokkal szemben. Majd 44. decemberétől a pesti oldal harcparancsnoka, egészen addig, amíg Pestet ki nem ürítik, aztán átmennek Budára, és Budán Afonyin megsebesül, és akkor átadja a parancsnokságot Managorov altábornagynak. Afonyinról azt kell tudni, és ez úgy mutatja azt, hogy milyen dolgok fordulhattak elő a szovjet tisztikarba, hogy 1944. márciusában egy katonai eligazításon felpofozta az egyik hadosztálynak a őrnagyi rendfokozatú tisztjét, aki a kapott pofonra visszaütött, mire Afonyin ott a helyszínen pisztolyával ezt az őrnagyot agyonlőtte. Ebből az ügyből aztán botrány lett, bár Zsukov igyekezett eltussolni az egész történetet, ugyanis Afonyin Zsukov protezséjának számított olyannyira, hogy aztán az ezzel kapcsolatos belső szovjet levelezésben az szerepel, hogy Zsukov ölebe, aki ki akarta ebből az egész dologból vonni, de aztán mégis lett egy vizsgálat, ami megállapította, hogy egyrészt semmiféle alapja nem volt annak, hogy az alárendeltjeit pofozza, amit pedig elkövetett, az igazából tulajdonképpen gyilkosság. Mégse büntették egyébként meg, tehát aztán igazából semmi különös problémája nem volt, mert Zsukov ebből is kimosta alárendeltjét. Ez elég sokat elárul azért annak a hadseregnek a belső viszonyaiból, ahol ilyesmik lehetségesek voltak. Budapestet, ahogy mondtam, 1944. november 3-4-e között elérik a szovjet csapatok, pontosabban a mostani közigazgatási határokat. Az akkori közigazgatási határokat a pesti oldalon az csak január elején fogják elérni. De ahogy mondtam, a front itt megáll. Létezett egy úgynevezett Attila védővonal, amit önök is jól tudnak, hiszen egy része itt húzódik. Ez az Attila vonal, ezt részben egyébként szlovák katonák építették ki. Volt egy szlovák munkáshadosztály, akik ezt 44. szeptemberétől itten építgették, illetve a budapesti zsidónak minősített munkaszolgálatosok voltak, akik ezeket az árkokat ásták. Részben egyébként első világháborús tervek alapján. Ezt a patthelyzetet a szovjet vezetés igyekezett feloldani, Majnovszki azonban nem nagyon jutott előre. Ezzel szemben Tolbuhin marsal, a 3. ukrán front parancsnoka, már 44. novemberében átkelt a Dunán, és december elejére igazából elfoglalta az egész Dunántúlt, és ettől kezdve látszott, hogy nagyon kérdéses, hogy vajon ki fog először Budapestre érni, és ugye a Szovjetunióra azt mondják, hogy tervgazdaság van, de valójában a menedzserszerű versenyszellemnek is vannak bizonyos esetei, amikor Sztálin versenyeztetni kezdi tábornokait egy bizonyos cél eléréséért. Berlinnél is ez történt, hogy Zsukov és Rokossovszki marsal kölcsönösen, elvileg Zsukovnak jutott volna Berlin, azonban Sztálin húzott egy vonalat, és azt mondta, hogy aki a vonalat túlhaladja, az mehet be akkor a brandenburgi kapun, és ott egy rendes verseny is volt a két tábornok között. Budapesten sem történt ez másként. Sztálin egy idő után azt mondta, hogy hát kérem szépen, hogyha így haladnak a dolgok, akkor Tolbuhinra fog jutni esetleg Budapest bevétele, és ezt, ahogy mindjárt mutatja a következő térkép, meg is történik, ugyanis 44. december 20-án Tolbuhin marsa a 3. ukrán frontja Székesfehérvárnál áttöri az első vonalat, és 24-én délben megjelennek a budakeszi magasságában, illetve bejutnak Budán egészen a Szépilona kocsi színig, ahol az ott behajtó szovjet
József Sztálin haszkocsikat kilövik az oda, véletlenül tulajdonképpen oda kerülő magyar és német katonák egy-két páncélökkel. December 24-én Csömörön még nincs front, tehát akkor még a front jóval kijebb helyezkedik el, és ez a december 24-e, ez a bizonyos furcsa háború, amikor járnak a villamosok, játszanak a mozik, színházak, karácsonyfát lehet venni, de a budai oldalon furcsa hóköpönyes alakok tűnnek már fel, és egy idő után a budai villalakásokba csörög a telefon, hogy nálunk már megérkeztek az oroszok, teljesen váratlanul. Ez a váratlanság valójában nem volt annyira váratlan, ugyanis a német és magyar vezérkar pontosan tudta, hogy merre jár a szovjet hadsereg, azonban a Führer nem adott engedélyt arra, hogy bármilyen csapatot Pestről Budára vigyenek, tehát ezért kellett igazából így tétlenül ezt nézni, és hogyha a szovjet fél határozottabb és kicsit merészebb, és nem áll le totojázni a Buda gyöngyénél és Szép Ilona kocsiszínnél, akkor ők tulajdonképpen december 24-én egy különítménnyel elfoglalhatták volna akár már a Naphegyet, vagy pedig a budai oldalon bármelyen nekik tetsző pontot, ugyanis a budai oldalon szinte semmilyen katonaság nem volt. Az, hogy a budai oldalon felépül egy arcvonal, ez 3-4 nap alatt történt meg. Ez a kép a december 28-ai állapotot mutatja. Ez az, amikor Csömörön már nincsen front. Ugyanis ezt a települést igazából az ostrom szerencsére nagyon rövid ideig érintette. Ez egy két napos történet igazából december 26 és 27-ek között, mert hogy pont a bekerítés miatt az Attila vonal feladása egyúttal Csömör feladását is jelentette, és az egyetlen egy magyar szempontból érdekes katonai esemény, amit lezajlik, az a Vannai zászlóainak az ide dobott harca, illetve a 8x3-as zászlóai harca volt, és ennek kapcsán azt érdemes megjegyezni, hogy mi volt egyáltalán a magyar honvédség szerepe ebben az ostromban. Ahogy mutattam a táblázatot is korábban, hogy mennyire jelentős a magyar katonai részvétel, azt azért tudni kell, hogy alapvetően azok a magyar csapatok maradtak meg a német oldalon, akik nem az első vonalba harcoltak. Tehát leginkább például a tüzérség. A gyalogság az folyamatosan amortizálódott és elolvadt, és a magyar katona nem igazán értette, hogy miért jó az, hogyha ő itt megöleti magát és szétlöveti, vagy segít még szétlőni magyar településeket. Tehát nagyon-nagyon megnövekedett így is a szökés, az átállás, meg a bujkálás, olyannyira, hogy a Budapestet védő magyar hadosztályoknál elvileg egy hadosztály 3000-ből áll, és egy 1000-3 zászlóajból, és egy zászlóajnak a induló létszáma az 1000 fő körül mozog. A Budapestet védő magyar csapatok már amortizált állapotba érkeztek ide, és mondjuk egy zászlóajnak a élemezési létszáma az olyan 500 fő körül lehetett, a ütközet létszáma, tehát akik ténylegesen harcoltak, az meg ilyen 200-300 fő volt. Na most 44. december végére eljutnak oda, hogy ezredenként már összesen csak egy zászlóalj létezik, a másik kettőt fel kell oszlatni, és januárra pedig eljutnak igazából oda is, hogy az egy zászlóalj, ami ezredenként létezik, abból a három, tehát összesen három egy hadosztályba, abból is tulajdonképpen a három együtt tesz ki egy zászlóalnyi harcerőt. Miközben több száz honvéd parancsnokaik tudtával ráadásul részbe dekkol. Elbújik és nem vesz ezekbe a dolgokba részt, és ezért van az a nagyon furcsa helyzet, hogy a védők azt a nyilvántartásaiba azt szerepel december 28-ai dátummal, hogy Budapestnek 50 ezer magyar védője van. De ebből az 50 ezer magyar védőből egyrészt kb. 10 ezer munkaszolgálatos, akinek ugye nincs is fegyvere. Legalább további 5-10 ezer az úgynevezett kisegítő karhatalmi alakulatba tartozik, aki sokkal inkább nevezhető antifasiszta ellenállónak, tehát őket nem csak le kell vonni, hanem részben hozzá kéne adni a szovjet katonaság létszámához, mert hogy egyáltalán nem akartak a szovjetekkel harcolni, ezzel szemben néha lövöldöztek egy kicsit a németekre is. Német oldalon a német védősereg létszáma az viszonylag ütőképesebbnek mondható, de van itt egy olyan szempont, hogy a német katonáknak
majdnem a fele SS katona volt, az SS katonáknak meg a kétharmada kényszer sorozott volt. És ezek a kényszer sorozottak, ezek döntően magyarországi németek voltak, akiknek semmi, de semmi kedve nem volt ez. Őket a saját hazájuk is elárulta, amikor kiszolgáltatta őket a náci Németországnak, és ott ugyanakkora volt a szökés, mint a magyar csapatoknál, csak ugye akit elkaptak, azt nagyon hamar felakasztották, tehát sokkal nagyobb volt a kockázat. Ennyit talán a védőseregről, és itt mutatom is a létszámokat, hogy december 24-én, hogyha a sebesültek nélküli élelmezési létszámot veszem, ez azt, aki elvileg fegyvert hordozott, az 79 ezer fő volt, tehát már eleve nem 100, de az ütközett létszám, aki ténylegesen harcolni is tudott ebből kézi fegyverrel, az csak 35 ezer, és az február 11-ére, hát itt lefeleződik, itt pedig leharmalódik, tehát borzasztóan lecsökken, ami csak azért nem okozott akkora gondot, mert hogy a védendő terület is iszonyatosan lecsökkent. Egy fontos dolog valami Csömörhöz köthető az ostromból, nevezetesen egy Szovjetunió hőse érdemrend odaidélése, Melkviladze szakaszvezetőnek, itt láthatják is az előterjesztést, sajnos nem tudom önöknek megmondani, hogy ez a pont, ez pontosan hol van, de megígérem, hogy ki fogom kutatni, és majd el fogom hozzád jutatni a térképet vázlattal, és akkor itt a könyvtár is ezt megfelelő helyre elrakhatja. A Szovjetunió hőse érdemrend egy elég magas kitüntetés, mert hogy nagyjából azzal egyenlő, mint a német vaskereszt lovak keresztje, ebből olyan 12 ezer vagy 15 ezer adományozás történt a II. Világháborúban. Ami érdekes, hogy a Magyarországon adományozott Szovjetunió hőse érdemrendeknek a fele köthető Budapesthez, de a budapesti adományozások 80%-a egy olyan hadművelethez köthető, amiről valószínűleg önök még nem is hallottak, nevezetesen az ercsi folyamátkeléshez. Az ercsi folyamátkeléshez egy olyan dolog lehetett a visszemlékezésekből olvasva, mint az Omaha Beach. Nem tudom, hogy ki látta a Ryan Közlegény című filmet. Látok, sokan bólogatnak. Ugye az Omaha Beach arról híres, hogy ott az első 24 órában 5000 ember meghal. Ez egyébként olyan nagyon soknak tűnik, de azt meg kell jegyezni, hogy a tervezők azzal számoltak, hogy mind a 11 part szakaszon ugyanez lesz a forgatókönyv, ehhez képest volt, ahol csak két sebesült volt összesen. Tehát ami utólag olyan rémesnek tűnik, az a hadseregek íróasztalainál egy bekalkulált szám volt. Az ercsi, ez egy ugyanilyen dolog volt, ugyanis Malinovszky marssal azért, hogy ne Tolbuhin érjen a budai oldal alá, december elején áthajtott egy komplett hadtestet tüzérségi előkészítés nélkül a zajló Dunán, miközben a védők igazából ilyen agyaggalamb lövészetet rendeztek azokra a pontonokra, meg csónakokra, amik átmentek. Nekem a saját nagyapám is ott volt, mint huszárőrnagy, és hát az ő elbeszéléseiből is tudom, meg másoktól, hogy ők voltak rosszul már a végén attól, amit láttak, hogy hogyan fulladnak itt bele ezek a szerencsétlen szovjet katonák a zajló jeges Dunába. Ezek a térképek tartóktól elég rosszul látszanak, de arra talán mégis alkalmasak, hogy mutassák, hogy itt egy háztól házig való harc van. Hitler egyébként erre már 44. december 5-én december 1-én egy definitív parancsot adott, hogy a várost utcáról utcára, házról házra kell védeni. Nos, ez a budai oldalon szinte tökéletesen meg is valósult, és ennek az lett az eredménye, hogy például a várban egyetlen egy ház nem volt lakható az ostrom után, egyetlen egy sem. A legnagyobb épületkárok a budai oldalon voltak. A pesti oldalon, ami ott egy gyors visszavonulás volt a belvárosban, ez nem volt annyira rémes. A Budapest ostroma azért is egy izgalmas csata, mert hogy itt a németek 3 felmentési kísérletet is indítottak, és ez azért izgalmas, mert a nyugat-európai köztudatban ugye az ardenneki páncélos csatalást halál 50 órája van, aki ezt is szerintem látta önök közül, az Hitler utolsó offenzívája, egy nagy frászt. Magyarországon az ardenneki páncélos csata után a német hadsereg még 6 offenzívát hajtott végre, ebből is látszik, mennyire fontos volt nekik a magyar hadszíntér. Ebből a 6-ból volt olyan, a Konrád III, ami ráadásul legalább akkora területi nyerességgel is járt, mint az Ardennekbe, sőt,
a szovjetek itt borzasztó veszteségeket szenvedtek, tehát az a furcsa helyzet, hogy a Budapest ostromának szovjet veszteségeinek nagy része nem a városba keletkezik. A szovjet hadsereg a budapesti hadműveletben összesen 80 ezer halottat és 250 ezer sebesültet veszít, és ennek kb. A 80%-a az nem a városon belül lévő veszteség, vagy talán 90. A legnagyobb része az egyébként a Konrád hadműveletek, illetve még a 44. november-december Attila vonal, amikor még nem a városon belül van a harc, hanem kívül, azok a csatározások. Ez a Konrádokat mutatja, ez a Konrád 3, ami át is törte Székesfehérvárnál a frontot, és egészen a Dunáig kijutott. Megjegyzem arra, hogy a védősereg kitörjön Budapestről, ekkor lett volna még valami esély, de Hitler ezt nem engedélyezte, és a saját szempontjából végülis neki is volt valami igazsága, azt el kell ismerni, ugyanis egy kitörés az a nehéz fegyverzet valószínű totális megsemmisítésével járt volna, ugyanis nem lett volna elég üzemanyag, hogy mindent magukkal vigyenek, és Budapestre egy német páncélos, egy páncélgránátos és két lovasorosztály szólt, de ezeknek rengeteg nehéz felszerelése volt, meg volt mindenféle önálló tüzérség és egyebek. Hitler pedig igazából már 1941-ben tudta, hogy ő ezt a háborút elvesztette. Erről vannak is nyilatkozatai, amikor megmondja, hogy amennyiben ezt és ezt nem tudom elérni még ekkor és ekkor, akkor a háború elveszett. És vannak teóriák arról, hogy mi volt mégis akkor a koncepció és az elképzelés, hogy miért csinálta ezt tovább. És a rendre oda jutunk, hogy egyrészt Hitler konzekvensen gondolta a fajelméletet, tehát a gyengébbnek el kell pusztulnia, viszont ha már, akkor egy ilyen wagneri nagyoperában történjen ez meg, tehát a bukás az úgy nagyjából egy wagneri opera rendezés volt számára, egyébként is imádta Wagnert, és minden bizonnyal egy ilyen dolog lebegett a szeme előtt, hogy ha már bukás, akkor az a lehető leglátványosabb Götter Dämmerung istenek alkonya, ugye van is egy ilyen wagneri opera, legyen, és volt még egy spekuláció, hogy lehet, hogy én háborút elvesztettem, de ezek, és a szovjetek és a nyugatiak úgyis összevesznek majd, és ha esetleg ezt ki tudom húzni még egy kicsit, akkor lehet, hogy mégis megúszom, gondolta ő. Ez azonban, mivel olyan sok szemétséget művelt, hogy senki nem volt vele hajlandó leülni egy tárgyalóasztalhoz, ez a koncepció nem jöhetett be. Az utóbbi időben és az utóbbi 10 évben elképesztő mennyiségű orosz levéltári anyag vált elérhetővé, ki tudja meddig. De hogy mutassam, hogy ez milyen szintű, hoztam egy fényképet. Ki az, aki kitalálja, hogy ezzel mi látható? Van-e ez? Tessék? Repülőtér, ez meleg, igen, egy szükségrepülőtér, de ez hol van? A déli pályaudvar. Így van, ez a déli pályaudvar. Ma már másképp néz ki a déli pályaudvar, ez itt a vérmező, ezek a német vitorlázó repülőgépek roncsai. Akkor ugye a vérmező, ez egy lovaspóló pálya volt, a kormányzó úr reggelenként oda járt le lovagolni még békeidőben. És ezt a fényképet, ezt egy Sztálin gyertya világítása mellett készítették. Itt látszik, hogy még a tetőzet ép, de egészen elképesztő, hogy ilyen típusú felvételekből végtelenített mennyiség van szinte, mert hogy a szovjetek minden utcasarkot, minden házat igazából ledokumentáltak, vajon most is ezt teszik-e, hogy hogyan és mit foglalnak el. Ez egy másik példa, ugyanis ez a Sashegy védelmi rendszerül egy ilyen vázlat, egy ilyen ostrom katonatechnikai szempontból az mindig arra is szolgál, hogy a továbbképzést jelentsen az abban résztvevőknek, ezért mindent dokumentálni kell, már csak azért is dokumentálni kell, mert hogy a felfele igazolni kell azt, hogy miért tartott olyan sokáig, miért vesztettünk annyi embert, és ezért pláne mivel a szovjetek ugye a győzők és nem a vesztesek, tehát a dokumentációjuk meg is maradt, ezért tényleg szinte minden házszámhoz van valamilyen adat, ami egy történésznek végtelenül hálás, bár szükségessé teszi a komoly forráskritika alkalmazását. Budapest védelmében nem csak katonák vettek részt, ez a fénykép,
ez például rendőrsírokat mutat, ez a hagyma sisak, ez egy ilyen bőrsisak volt, amit a rendőrök voltak, ez még a pesti oldalon van, ahol ezeket a szerencsétleneket ideiglenes sírokba temették. Ez azért érdekes, ez az arckocsi, mert hogy ez ugye a Fény utcai piacnál van, én minden nap járok arra, és nem tudom, nincs itt az a másik kép. Ez a kép egy ismert kép volt, de aztán találtam olyan képet, ami egy másik szögben mutatja ezt az arckocsit még égő állapotba. És miután ezt a képet megszereztem, találkoztam egy bácsival, aki abban a házban lakik, ami ezzel szemben átellent van, aki fizika tanár volt a Zalany János gimnáziumban, és gyerekként ott volt, amikor ezt a arckocsit szétvágták lángvágóval, és hazavitt a csapágyaiból két golyós csapágyat játszani, ez most nálam van, mert nekem adta, de amikor fizika tanár lett, a szabadesés törvényét ezekkel a gyönyörű golyós csapágyakkal tanította a gyerekeinek, és vagy az osztályának, és az azért is érdekes, mert ennek az ostromnak a használati tárgyai, azok meglehetősen sokáig köztünk voltak. Sőt, van egy olyan gyanúm, hogy még most is köztünk vannak, tehát nem tartom kizártnak, hogy Csömörön is van olyan háztartás, ahol lehet, hogy már nagyon eldugva egy kenyérzsák, vagy mit tudom én, egy moslékos vödörbe egy rohamsisak, vagy valami bármi más felelhető, mert hogy a Budapesten a 70-es évekig volt egy szódás, aki egy Volkswagen Schwinnwagennel és egy Cünda oldalkocsis motorkerékpárral hordta ki a szódát, ami teljesen nyilvánvalóan nem a szocialista piacról szerzett be, hanem ezt valaki az ostrom után még összerakta és magántulajdonba vette. Ez a Hunyadi János utca, ez azért érdekes ez a felvétel, mert hogy itt már látszanak a fosztogató szovjet katonák, de még állnak a sírok, mert ezeket a sírokat, a kereszteket a megszálló szovjet katonasság általában széttaposta, tehát nem voltak különösebben tekintettel erre. És aztán 45 és 48 között egyébként azokat a sírokat, amiket meg lehetett találni, ezt exhumálták, erre volt egyébként kormányzati utasítás is, mert hogy közegészségügyi problémák voltak abból, hogy tele van az egész város hullákkal, csak ennek a nagyságrendjét érzékeltendő a Városmajorban, ott volt körülbelül 500 lódög az ostrom végén, amit oda hordtak, 80 a nyilasok által agyonlőtt zsidó származású magyar, és egy csomó kitörésben, meg a kitörés előtt elesett német és magyar katona. Ez mind a Városmajorban. Ez a Rondella udvar, itt is látszik tulajdonképpen egy apokaliptikus kép, és hogyha nem lenne itt a templomnak a tornya, akkor nem tudnám beazonosítani, hogy ez hol készül. A sírun az van, hogy Angehöriger der Schutzpolizei Friedrich Schär. Én utána mentem, hogy ki ez a Friedrich Schär, és egy egészen érdekes történetet találtam. Friedrich Schär ugyanis egy alapvetően magyar ember, legalábbis hungarusz, mert hogy Magyarországon született, még a monarchiában. Itt egy bánáti, vagy bácskai svábról van szó, aki a jugoszláv hadseregben is szolgált, és aztán kényszersorozták nyilván a német rendőrséghez került kora miatt, mert már idősebb volt, és két nappal az ostrom vége előtt halt meg, és temették el a Rondella udvaron. Ez a Betlehem udvar lejjebb, itt is látszanak a lóhullák, a rengeteg lóhulla, ami annyiból volt szerencsés, hogy az ostrom alatt, ugye a mostani telekhez képest hidegebb tél volt, és mivel hogy a városban egy idő után nem működött már semmi, ha ezek a lovak nincsenek, akkor sokkal több ember halt volna éhen. Nagyon érdekesek azok a sorsok, amik ezekhez a katonákhoz kötődnek, és itt Joachim Rumor vezérőr nagyot látjuk a gyermekével, akinek egy ilyen mini SS ruhát is szabatott. Rumor még egy viszonylag, hogy is mondjam, normálisabb tiszt lehetett, akinek a nevéhez nem kötődnek tömeggyilkosságok, viszont ami nagyon érdekes, az a halála. Haláláról ugyanis nagyon sokáig az a verzió terjedt, hogy Rumor a kitörés elején a Szélkámán tér, Széna tér között öngyilkos lett, miután halálos sebet kapott. És erre több szemtanú is volt
aki ezt igazolta. Egészen addig én is így gondoltam, hogy ez így van, amíg egy berlini levéltárban nem találtam meg ezt a levelet, ami egy bizonyos Kohányi Kálmán nevű úrnak a levele, és ezt fel is olvasnám, mert annyira, hogy is mondjam, annyira érdekesnek tartom magát a levelet. A Kohányi Kálmán egy a Nemzetközi Vöröskeresztnek egyik gyermekotthonát vezette, ahol nyilván zsidó gyerekek voltak bújtatva a Bogár utcában, és 1956-ban pedig, mint magyar menekült került Németországba, és onnan küldte el aztán ezt a levelet. Azt mondja, igen, felolvasom. Jelentem címnek regisztrálni, és magyarul írta a levelet a Német Vöröskeresztnek, gondolom, hogy úgyis majd valaki tudott németül. Jelentem címnek regisztrálás céljából, hogy a II. Világháború végén a Budapestet védő és budai várterületen körülzelt német egységek parancsnoka, Joachim Rumor SS tábornok fejlővéssel orosz fogságba került, a súlyosan vérző tábornokot az oroszok egy létrára fektetve és kötözve a Budapest II. Kerület Bogár utca 12-es számház udvarára vitték kihallgatást céljából, hol ekkor a városcsománál a tüzérségi tüzet nyújtó orosz tüzéregységek irányítójának, egy orosz tüzérosztály parancsnokának főadiszállása volt. Én magam is a fent említett Bogár utca 12-es számú ház lakója voltam, és éppen az orosz beszállásolás miatt az épület 5 lakásának valamennyit 21 lakója az én lakásomban volt összeszorítva. Joachim Rumor SS tábornokot én 45. február 12-én reggel 9 óra 30-kor az épület első emeleti ablakából még élve láttam az udvaron létre a fektető és köpönyével letakarva. Úgy emlékszem, a tábornok bal halántékán lőtt sebből a vér erősen szivárgott, és arcszíne a nagy vérvesztességtől már nagyon viaszsárga volt. Még észrevette, hogy kilesek az ablakráma mögül, felnézett rám, de úgyis maradt a szeme. Tetemét az orosz vezérkari őrnagy személyesen motozta meg, elvett irataiból megállapította a személy azonosságát. Az orosz vezérkari őrnagy intézkedésére az ő és még két ismeretlen személyazonosságú német katona részére a közeli ház polgári lakói külön sírokat ástak. Engem, mint aki akkor a svéd őröskereszt szolgálatába állottam, megkért, hogy a német tábornok részére fejfát készítessek. A fejfa, illetve kereszt feliratának szövegét postaládánk oldalára mellékelt rajz szerint kérte elkészítetni. Személyesen állapította meg iránytűvel Berlin irányát, és úgy rendelkezett, hogy a halott arccal hazafele nézzen, most idézem az ő szavait, ez neki kijár, ő a hazájáért hősként halt meg. A sírra az orosz vezérkari őrnagy egy néhány roham sisakot helyezett. Keresztállítási ígéretemnek sajnos nem tudtam eleget tenni, ezt az akkor létesült vörös karszalagos rendőrség besugás alapján megtiltotta. A sírokra minden évben február 12-én és november 1-én ének idején személyesen helyeztem virágot. Egyébként a sírokon az év minden szakában a környező lakók ének idején sűrűn helyezték el a kegyelet virágait. Így volt ez egészen 1949. július 24-én évfélig, amikor is a magyar ávó engem ének idején elhurcolt. Azóta a sírokról semmit se tudok. És ez az egész sztori szerintem hihetetlen izgalmas, mert nagyon sok minden van benne. Egyrészt van egy zsidó gyerekeket mentő, tehát nyilvánvalóan nem náci ember, aki olyan mély empátiával tud írni egy SS tábornokról, hogy az úgy meghökkentő, de hogyha tudjuk, hogy egyébként a magyarországi zsidókra az ostrom alatt a veszélyt, azt nem az SS katonák jelentették, hanem saját magyar szomszédaik, akkor ez már egy kicsit érthetőbbé válik. Több olyan tömeggyilkossági kísérletet tudunk, amit német katonák akadályoztak meg a nyilasokkal szemben. Nyilván nagyon sok magyar mentett embereket, de sajnos nagyon sok olyan volt, aki meg feljelentett. És az SS-tisztek esetében, mint ahogy a német tiszteknél is, általában az volt a gyakorlat, hogy ezek az emberek nem nyúltak ezekbe az ügyekbe bele. Ez a dolognak az egyik része. A dolog másik része pedig ez a kegyeleti aktus. Tehát, hogy egyrészt nyilván egy mohamedán származású orosz tüzérőrnagy van itt, aki a fejjel Berlin felé való eltemetést szorgalmazza, mert ez alapvetően az iszlám kultúrkörből ered. Másrészt pedig egy érdekes gesztus a győztesnek a vesztes felé.
Végül pedig az, hogy a környéken végig ott égnek a gyertyák, amíg el nem hurcolja a kohányit az AVH, amit leellenőriztem, tényleg elhurcolta, tehát ezt megnéztem a levéltárban. Ez szerintem egyfajta dac reakció is azzal a szovjet megszállással kapcsolatosan, amit nem élhettek meg az emberek felszabadításnak. Van még néhány fotó, amit meg akarok mutatni, csak hogy mutassam ezt az apokalipszist, amiről nagyon sokáig azt gondoltam, hogy a tévéből már nem fogjuk látni. Ez a Varsányi Irén utca, itt Várfok van írva, de ezt félrenézték, és ezt senki nem találná ki, ugyanis ez az épület, ami itt látszik, ez az régi Szent János kórház, illetve egy kis kápolna, amit azóta lebontottak, és amit elképesztő, tehát látszanak ezek a hullák, mindegyik ki van már rabolva, a személyes irataik jobbra-balra hevernek, ugye hullamerevek, páncélöklök is hevernek, itt két orosz katona, és egy néni egy nagy csomaggal, meg egy cekkerrel megy. Na most ezt a fényképet, ez február 12-e és 14-e között kellett, hogy készítsék, mert utána elvitték a hullákat, tehát egészen korán. És akkor kimenni az utcára, egy férfinak se volt biztonságos, hát még egy nőnek. Ez a vérmező széle, az azért érdekes, mert hogy a vérmezőn 1942-ben létrehoztak egy zsákmány kiállítást, ahol a zsákmányolt szovjet harcjászokat helyeztek el, de ezt aztán elérte a szovjet hadsereg 1945-ben, és itt vannak ezek a zsákmányolt szovjet tankok, ebből van egyébként olyan, ami francia tank, ez a Somua harckocsi, meg a T-40-es szovjet páncélos, itt látszanak az épületkárok is. Ez pedig egy fotó, amit egy Botos Lajos nevű ismerősöm csinált 45 nyarán már, vagy tavaszán a budai hegyekbe, ami tele volt hullákkal. Tehát a kitörés során 20 ezer ember tűnik el, annyi, mint a Mohácsi csatába, és ebből mind a mai napig kb. 800-nak találták meg a csontjait. A kitörés egy külön előadás tárgya lehetne, és nem fogom sokáig nyomasztani már őket, de önöket, de ezt pár dolgot még megmutatok, ez Max Tengler, Obersturmführer, akiről van egy videó is, átjutó német katonákról, azt interneten megtalálják, mert hogy az egyik német filmirodóba is bekerült, ott természetesen azt hazudták erről a hadműveletről, hogy a Führer parancsa értelmében kitörő katonák volt, a Führer megtiltotta a kitörést az utolsó pillanatig, és én nekem sikerült, tehát én most már egy 5-6 éve elkezdtem név szerint kutatni az összes budapesti német tisztet, van egy ilyen nagy kartotékrendszerem, több mint 1500 személyhez van személyi azonosító adat, tehát ha valaki előhúz egy fényképet, és megkérdő, hogy ki van rajta, akkor a kitüntetései, életkora és egyenruhája alapján van egy esély, hogy meg is mondom. Van egy másik sors, ez azért érdekes, mert egyrészt engem személyesen is megérintett, majd mindjárt kiderül miért, másrészt meg egy rejtély volt számomra sokáig. Ugyanis Kokovai Gyula akkor 15 éves nagyváradi hadapród visszaemlékezésében szerepel ez a passzus, hogy az előttünk haladó németek megtorpantak, már a kitörés során, már a budai hegyekben vagyunk, így mi is megálltunk, és mivel nem tudtuk, hogy mi van, a százados úrra előre mentünk, elő a németek rangidőse Flüger Obersturmführer a havon feküdt és kiabált, hogy elege van ebből az őrületből, minden hiába való, nem megy tovább egy lépés sem. Az emberei csak álltak körülötte. 2014 körül jött ez a bizarr ötletem, ez a név szerinti vizsgálódás, és akkoriban nagyon sokat jártam Berlinbe, és mindig el tudtam lopni egy-két napot a hivatali kiküldetéseim mellett, amit a levéltárba tölthettem, ahol egyébként egy brassói 100 fiú volt, aki nekem segített, mint levéltáros, mert hogy földiének tekintett engem, aki egyébként nem származom Brassóból, de mindegy, és a lényeg az, hogy elkezdtem kutatni, ki a Flügel. Ugye először keresztnevet, meg személyi azonosító adatokat kell ehhez rendelni. Ez egy idő után meg is lett, de gondoltam, hogy jó lenne megtalálni a családot is, mert hogy biztos a családtán többet tud, hogy mi lett a Flügellel ezután. Sokáig nem sikerült ez. És egyszer egy konferencia után, egy vacsoránál ülök egy német hölgyel, és kölcsönösen elmondjuk, hogy ki mivel foglalkozik, én elmondom neki, hogy igen, hát ez a Flügel, ez engem nagyon foglalkoztat, és hogy vajon hol lehet a család, és akkor rám néz,
és azt mondja, hogy ez a nagyapám. Ez a nagyapám, mondja ő, és akkor kiderült Flügerről elég sok minden, ez teljes dráma volt egyébként ez a családtörténet, mert hogy a Flügel és a papája, tehát ő, neki az apja, ők ilyen rendes nácik voltak, ő 14 vagy 15 évesen belépett az SA-ba, vagy mert nagyon szeretett lovagolni, és először a náci pártnak voltak mindenféle ilyen tagozatai, ahol sportolni lehetett, és aztán 43-ban ismerette meg a feleségét, aki viszont pont egy ilyen német antifasiszta családból jött, ahol a rokonság egy részét ki is végezték a hitlerellenes összeesküvésbe való részvétel miatt. A feleség nagyon hamar teherbe esett, pontosabban először teherbe esett, és utána volt házasság, ez nem is érdekes, hanem hogy a Flügel a háborúba aztán eltűnt, valószínű öngyilkos lett a kitörés során, de nem tudjuk, hogy hol. És ettől kezdve viszont az özvegy ott állt egy gyerekkel, meg azzal a teherrel, hogy van egy volt férje, aki egyébként is, hát hogy is mondjam, náci volt, akit a saját családja utált, és tagadni kellett igazából mindent. És ettől kezdve a saját fiának, a saját apjáról például soha semmit nem beszélt. És az apa 70 évesen kezdett el azzal foglalkozni, tehát a Flügelnek a fia 70 évesen kezdett el foglalkozni azzal a kérdésével, mégis ki volt az apám. És én voltam, aki még összehoztam őt a Kokovai Gyulával, aki úgymond az utolsó tanú, aki őt látta. És ez nagyon megrendítő élmény volt ez, látva egy emberben egyrészt az őszinte kíváncsiságot arra, hogy az apja ki volt, és miért volt olyan, aki. A Flügelnek egyébként megmaradtak a utolsó levele, ami Budapestről kikerült, az 45. január elején datált, tehát az légipostával jutott ki, és van még egy másik forrás, amiből lehet tudni, hogy az ostrom alatt felakasztott két katonaszökevényt is, tehát ő tényleg komolyan gondolta azt, hogy itt a Führer miatt az utolsó vérig harcolunk. Ha Rossmannba járnak, akkor ezt a terméket egy kicsit más csomagolásban meg tudják vásárolni, és ebből is látszik, hogy bizonyos márkák örök életűek. A Coca-Cola, ez eredetileg a német hadseregnek egy ilyen ajzószere volt, amit arra használtak, hogy aki drága harci technikát kezelt, az kapott ilyen koffeines, illetve pervitinnel dúsított keserű csokoládét. Nem tudom, hogy ma mit adnak, erről nincs információm, de a lényeg az, hogy ezt a pervitin nélkül, mert hogy az, hogy is mondjam, annak súlyos mellékhatásai vannak, tehát csupán egy kis koffeinnel dúsítva ugyanaz a cég mind a mai napig gyártja, és olyan a Rossmannban is láttam, picit más csomagolással. Ez azért érdekes, mert ugye a kitörés során ezek a szerencsétlen katonák ugye azzal próbálták tartani magukba a lelket, hogyha volt még ilyenjük, akkor azt megpróbálták megenni, hogy ne aludjanak el közben, és ez egy darabig ébren is tartott őket. Vannak is ilyen beszámolók, hogy az illető már teljesen összeomlott, és már közölte, hogy hagyják ott, akkor adtak neki egy, tudom én, adag ilyen sokakólát, adta, összeszedte magát, még 3 órát keresztül tudott menni, és aztán puff, vége volt, és ott kellett hagyni valahol a hómezőkön, a semmiben. Ahogy említettem, a szovjetek nagyon sok mindent dokumentáltak, így ezt a kitörést is elég akkurátusan. Voltak a kitörés után 3 fős tiszti bizottságok, akik lejárták a budai hegyeket, és külön jegyzőkönyveket készítettek a hullák számáról. Tehát ez meg is maradt. Van egy másik térkép, azt pont nem osztam el, ott ezek mellé, az áthúzott izék mellé, így számok is vannak írva, hogy itt, ott és amott mennyi. Hozzáteszem, mivel nincs az összes egységnek meg ez a jelentése, ezért így csak 5000 valány száz halott jön ki, de az az érdekes, hogy kimenve a helyszínekre, mi nem nagyon találtuk meg ezeknek a sírját. Tehát nem tudjuk, hogy hol vannak, de az biztos, hogy eltűntek, mert az ostrom óta nem látta őket senki. Azt, hogy a német karrierek milyenek, még ezzel a sorssal mondanám el, ugye ezen August C. Hender látható a 22-es SS lovashadosztály parancsnoka, itt pedig a barátja, akit szerintem önök megismernek, mert ez Adolf Eichmann. Adolf Eichmann ugyanis, hát ő a magyarországi holokauszt
fontos, bár egyébként nem annyira fontos alakja, ugyanis ő csak tanácsadó volt. Tehát itt a magyar hatóságokon volt a főszerep, és Eichmann igazából 44 nyarán majdhogy nem unatkozott is, mert hogy barátja Endre László mindent elvégzett helyette. De fő lovagló partnere August C. Ender volt. Ezt csak azért akartam megmutatni, mert nyilván a normál átlag Wehrmacht tisztek azok alapvetően apolitikus emberek voltak, akiknek a nácizmushoz nem volt föltétlen sok közük. Ez az SS tiszteknél azért már nem volt föltétlen mindig így. És hogy mutassak egy ellenpéldát, Gerhard Schmidt Huber vezérőr, nagy a 13. német páncélos osztály parancsnoka. Ő neki amiatt volt lelkiismert furdalása, hogy amikor a gödöllői királyi kastélyt kiürítették, akkor ő magával vitt onnan egy perzsa szőnyeget, és ezt szerette volna kifizetni aztán az árát valamilyen magyar hatóságnak az ostrom alatt, és emiatt különböző helyekre írt is, hogy akkor most hova fizessen be, micsodát. Most Schmidt Huber volt az az ember, aki amikor megtudta, hogy a budapesti gettó ellen egy pogrom készül, amiben SS rendőrök és nyilasok vennének részt, letartóztatta ennek az ügynek a német résztvevőit, és közölte, hogy már pedig ilyesmit nem történhet meg. Ő a német hadsereg becsületét nem hajlandó bemocskolni, és őröket állított a gettóba, és így a gettó az igazából nagyobb harcok és küzdelmek nélkül lett átadva a szovjet csapatoknak. Schmidt Huber farkasvakságba szenvedett, és a kitörés első hullámával indulva a szénatéren halálos sebet kapott. Tehát vannak olyan katonák, akikre azt mondhatom, hogy valami értelmes dolgot is tettek, sőt, kifejezetten bátran viselkedtek, amikor embereket mentettek, mert ezt senki nem írta elő neki. Neki mondhatta volna, hogy kérem, beszéljék meg a Nyilas városparancsnoksággal, nekem nincs közöm hozzá. Nem ezt tette. És végül egy mikrotörténeti vizsgálat, ez a 36. tüzérmérő osztály, ahol mind a 187 katonára meg tudtam vizsgálni, hogy mi történik vele. A kitörés előtt elesik 14, hadifogságban meghal 9, eltűntként 61 embert tartanak nyilván, ebből 5-öt lehet aztán beazonosítani a holttesttel, tehát megvannak a csontjai, 11-en jönnek haza a hadifogságból, 11-en jutnak ki, összesen 77 túlélője van az egységnek, és igazából, ahogy látják, 61, tehát az egység fele az, aki ezt az ostromot nem éli túl. Azért ez egy elképesztő magas arány. És itt vannak még a veszteségek, de ezzel be is fejezem. A Budapestnek a veszteségi adatait sok oldalról tudjuk nézni. Az egyik nagyon fontos szempont, hogy valójában két háború van. Az egyik, amit a német, szovjet és magyar hadsereg vív egymással, részben magyar csapatokkal mindkét oldalon a végén. A másik viszont, amit a nyilas hatóságok végeznek a magyar lakosok egy részével. Budapest ostroma alatt azok, akik zsidónak minősültek, azok közül a zsidóságnak, azt mondja, hol is van ez, tehát 7000 ember volt kivégzés áldozata, akik nagy részt ugye a budapesti zsidóság, illetve összesen a budapesti üldözöttekből 15 ezer ember hal meg. Ez azt jelenti, hogy ha valaki zsidónak született, akkor Budapesten a mortalitási adata az legalább 3-4-szer akkora volt, mint hogyha nem zsidó lett volna. De hát az adatok egyébként is borzasztóan magasak. Összesen, hogyha azt nézzük, hogy hány magyar ember hal bele ebbe az ostromba, akkor az igazából 105.500 fő, amit én összeadtam, beleértve azokat is, akiket aztán Málenki robotra hurcolnak, és onnan nem térnek vissza, beleértve azokat is, akik budapesti lakosok, és besorozzák a hadseregbe, de nem Budapesten tűnnek el. Budapesti csata így magyar szempontból az egyik legszörnyűbb és legvéresebb ostrom, de hogyha a II. Világháború összes csatájával állítom össze, akkor is a top 5-be benne van Moszkva, Sztálingrád, Leningrád és Varsó után. Bőven elég ok, hogy ezt gyászoljuk, és soha ne feledjük. És ha valaki ebből egy értelmes hadműveletet hazudik nekünk azzal, hogy itt Európát védték a német és nyilas csapatok, akkor azokat arra szeretném emlékeztetni, hogy Európát nem tudták védeni, mert Franciaország például Európa része, és ott már az amerikai hadsereg volt. Akarva, akaratlanul, aki Budapestet védte, sajnos az a harmadik birodalmat védte.
Nem kell ezért ezeket a katonákat föltétlenül elítélni, de ezt ki kell tudni mondani, hogy ennek nem csak a magyar történelem szempontjából nem volt semmi értelme, hanem a világháború szempontjából sem. Nagyon szépen köszönöm a figyelmüket, és ha bármi kérdésük van, akkor örömmel állok rendelkezésre. Hoztam néhány könyvet is, hogyha szeretnék, akkor azt is tudok adni önöknek. Köszönöm szépen! Köszönöm, hogyha van kérdés, akkor tessék nyugodtan föltenni. Én azt gondolom, hogy egy kerek előadást hallhattunk a képekkel együtt, és ugye megelevenedett előttünk a korszak, és látjuk, hogy mennyire árnyalt a történelem, hogy nem lehet feketén-fehéren gondolkodni, és ez zárszó egyébként a szívemből jött, mert én is így gondolom egyébként. Egy kataklizma volt, egy apokalipszis volt, Budapest 40%-a elpusztult, most itt mondhatnám, sőt a családi emlékekben is benne van Konrád, egyébként nagy apukám, az 14 évesen élte meg, tehát ezeket a harcokat, anyukámék is, tehát sok embernek van, hát a idősebb generációnak személyes élménye, és látjuk, hogy hova vezet az, amikor elszabadul a szószoros értelmében a pokol, és ez sajnos ezt most még tévében is nézhetjük, és talán eszünkbe jut az, hogy igazából a történelem most megismétlődik, csak más kontextusban, másképpen, de a háború mindig ugyanaz, tehát ott nincsenek, alapvetően szerintem nincsenek hősök, áldozatok vannak, mindenki áldozat a háborúban, ilyen vagy olyan módon, de természetesen nem mindegy, hogy hogyan viselkedik. Itt láttunk pozitív példákat, hogy a háborúban is meg lehet őrizni az emberségünket. De például jó, hogy családi történet, hogy mondtam is egy német ismerősömnek, hogy a nagymamát, Orsikának anyukáját, tehát igen, Orsi nagymamáját vérátömlesztéssel kellett, neki vérátömlesztéssel kellett adni, és egy német katona tisztadott neki vért, tehát úgyhogy Dori nének tulajdonképpen, vagy Orsival ilyen értelemben német vér is van, mert egy német, talán ez is teljesen lényegtelen, adott nekik annak idején vért, és ezzel ugye a túlélést tudták biztosítani. Van kérdés, tudunk ezzel kapcsolatban még valamit mondani, vagy hát elég kimerítő volt az, én úgy gondolom azért mindenféle, és azért Csömör is azért említésre került. Hát szabadon foglak, mert ez, hogy mi történt és hol történt, hogy amikor megkapta a Szovjetunió hőse címet, az a katona azért jó lenne ezt tudni, hát ugye a frontnak mind a két oldalán, vannak és voltak katonák. Egyébként felkavaró érzés volt látni itt a lövészárkot, mint István, amikor mentünk föl. Ez meg tényleg az első világháborús lövészárkok jutnak eszembe, mondjuk ez teljesen más téma. Ott is látta az embert, hogy itt láttuk, hogy utólag, hogy itt emberek haltak meg, és hát ugye a történelem ilyen értelemben velünk él. Ha nincsen kérdés, ja, de van. Igen, van egy nyilván aktualizált kérdésem, hogy mennyire lehetett tudni, követni a harci eseményeket. Elég hosszú ideig tartott Budapest ostroma, most nyilván azért is merült fel ez bennem, mert nézzük a tévébe meg az interneten, hogy milyen borzalmak zajlanak Ukrajnában, de valahogy mégis nagyon kevés az információ tényleges eseményekről. Holott elképesztő technikai arzenál áll a helyben rendelkezésünkre, a műhold felvételektől kezdve az internet, a mobiltelefonon veszik, jönnek a foszlányok a harci eseményekről, de valahogy, mintha mégsem tudnánk pontosan, hanem ilyen nagyon foszlányos az, hogy mi történik Ukrajnában, hogy 44-45-ben Budapesten mi történt, az mennyire volt látható a közvélemény, vagy aki próbáltak informálódni, és nem katonák voltak. Először is ugye lehetett fogni természetesen rádión az angol, a BBC-t azt tudták fogni, de a BBC-ben olyan pontos dolgok nem voltak arról, hogy most hol vannak az oroszok, tehát ez alapvetően a pletyka volt a legfontosabb hírforrás, és a pletyka azért is működött sokkal jobban, mint ma, mert hogy ma azért nagyon sokan úgy vannak, hogy az otthon és a munkahely között igazából nem találkoznak szinte senkivel, vagy ha találkoznak, nem beszélnek, akkor viszont a rengeteg közös projektje keletkezett az embereknek, mint például a vízhordás, a lóhulla feldarabolása, meg hát leszorultak a pincébe, és ott együtt kellett lenni, adott esetben teljesen ismeretlenekkel is.
De, és voltak ugye belső terjesztésű újságok, például a Fegyveres Nemzetszolgálatnak volt egy lapja, ami megjelent, a Bartók Béla úton volt a nyomdájuk, volt egy német Budapester Kessel Nachrichten is, de ezekben is csak ugye a hadi jelentések voltak benne, ami azért nagyon elnagyolt. Tehát ha arra volt valaki kíváncsi, hogy hol vannak az oroszok, vagy hogy mit tudom én, hogy áll most a Magyarország ügye, a pletykákra szorult, és ettől a legvadabb, elképesztő hírek voltak pro és kontra. Nemrég jelent meg Zimándi Piusz Istvánnak a naplója, ami azért nagyon érdekes, mert az Zimándi Piusz egy szerzetes volt, aki viszont vette a fáradtságot, és az összes ilyen pletykát is leírta azzal, hogy ez a pletyka, tehát helyén kezelte, de dokumentálta, hogy mégis mik a hírek. És ehhez képest azért ma sokkal, de sokkal többet tudunk, összehasonlíthatatlan előnyben vagyunk, és ha valaki esetleg például az ukrán helyzetet a lengyel, vagy a német, vagy az angol sajtó párhuzamos olvasásával is folytatja, akkor például nagyon nagy kép van. A probléma a mostani helyzetben igazából az szembe akkor. Azt lehetett tudni nagyjából, hogy a feleknek mik a politikai céljai. Most az, hogy mi az orosz politikai cél, ezt azért nehéz tudni, mert még mindig nem iktatták be még a saját bábkormányukat se. Tehát azt se tudjuk, hogy ki a demokratikus népi Ukrajnának az új vezetője, aki miatt ez az egész történik, ez a baráti segítségnyújtás. Még ezt se tudjuk. És emiatt van igazán annyi bizonytalanság a történetben, mert nem látjuk a kifutását. De azt, hogy hol milyen harcok vannak, azt szerintem mind a 10 ujját megnyalta volna egy katonai felderítő 50 évvel ezelőtt, hogyha ilyen szintű információt kap, mint amit ma erről bárki hihetetlen módon egy kattintással megszerez. Annyiba árnyalja a helyzetet, elnézést kérek, hogy ugyanakkor a dezinformáció. Így van, a dezinformáció. Egy olyan fegyver. Pontosan. Én olvastam, hogy valami orosz szakértő nyilatkozott, hogy legalább akkora jelentősége van a dezinformációnak, meg a különböző hogy is mondjam, tehát amikor bizonyos híreket nyilvánosságra hoznak, mint maguknak a katonai eseményeknek. Ez hogyne, Gerasimov tábornok saját maga egy tanulmányba kifejtette, hogy a hibrid hadviselésnek pont az a lényege, hogy ugyanakkor a súlya van az információs hadviselésnek és a dezinformálásnak, mint annak, hogy hol vetnek be egy haszkosít, és eléggé fájdalmas egyébként, hogy ennek a hatását ebbe az országban eléggé erősen lehet érezni, hogyha valaki bizonyos híreket elolvas. Hát ha csak arra gondolok, hogy megjelent valami film, valahol az interneten meg lehet nézni, ahol az oroszok arról tájékoztatják az embereket, hogy az elfogott ukrán hadifoglyokat milyen kényeztetésbe részesítik és hazaküldik. Ma olvastam ennek a másik oldalát, hogy az ukránok részéről hozták nyilvánosságra, hogy minden hadifoglyot hazaküldenek, haza engednek, akiért érte jön az édesanyja. Szóval ez egy olyan gesztus egyik oldalon, de nem tudom, hogy valójában ez mennyire valós információ. A propaganda az minden háborúnak a része, tehát itt is volt propaganda háború, amit térjük vissza hát az eredeti témákra. Tehát itt mai nap a mostaninál sokkal nagyobb, sokkal intenzívebb a propaganda. De ezt meg tudja ítélni annyiból, hogy ez egy aszimmetrikus helyzet, mert az ukrán félnek az az érdeke, hogy az orosz fél harci moráját pont azzal bomlassza, hogy azt mutatja, hogy mi nem az oroszokkal háborúzunk, hanem Putyinnal. Ezzel szemben az orosz félnek az az érdeke, hogy úgy tegyen, mintha mindegyik ukrán fasiszta lenne, mert hogy csak ezzel tudja fenntartani a saját katonáinak a harckészültségét.
ezzel szemben, és akkor visszatérünk itt az ostromra, itt az az érdekes, hogy a náci és a kommunista propaganda, az kölcsönösen, amit a másikról állított, ez nem volt egyébként teljesen valótlan, mert mind a kettő azt állította a másikról, hogy egy tömeggyilkos aljas rendszer, ahol a fogságbeesés majdnem olyan, mint a halál. És azért, hogy ez hihető is legyen, adott esetben szándékosan még rá is raktak egy lapáttal erre, tehát az például, hogy a hadifoglyokat meggyilkolták, ez részben azt is azért is történt, mert ha a németek agyonlőttek szovjet foglyokat, és ez kiderült a szovjeteknek, akkor a szovjetek sejtenek foglyokat. Ez azt jelenti, hogy azok a kényszersozott SS katonák, akik egyébként át akartak volna állni, azok nem mernek majd átállni, mert ők tudják, hogy agyonlövik őket. És ezt teljesen tudatosan voltak olyan aljadékok ezek között a parancsnokok között, mindkét oldalon, amelyik direkt ezt a totális erőszak spirált hajtotta, mert hogy a saját hadvezetésnek az abszolút érdekébe állt az ellenségnek az állatként és tömeggyilkosként való bemutatása. És amit most látunk, az azért elképesztően aszimmetrikus helyzet, mert végre az egyik félnek ez nem érdeke, csak a másiknak. És mennyire előjön egyébként ez a nácizás kapcsán? Tehát ugye ez Oroszországban azért a II. Világháborúnak az emléke, ugye az egy a nagy honvédő háborúnak nevezik, az egy nagyon mélyen benne van ivódva az orosz társadalomba, és erre azért rájátszik Putyin itt most a ukránokkal kapcsán. Tehát ilyen értelemben ugye újra éled a történelem, amikor lenácizza. Ne menjünk ebbe most bele, mert részben azért, mert már telik az idő, részben azért, mert ez egy másik téma is lenne, és most még úgy azt gondolom, hogy meg kell várni, hogy ukrán helyzet kifusson. Én terve vettem, ahogy mondtam, de ez most már csak a jövő évi programban fog majd bekerülni, hogy Ukrajnáról, illetve Kelet-Európáról, de egyáltalán erről ukrán válság, Ukrajna történetéről egy előadás is elhangozzék ebben programsorozatnak a keretében. Hogyha nincsen több kérdés, megmondom őszintén, lesz egy másik program is, nekünk lassan menni kell, hogyha nincs több kérdés, akkor én befejeznénk, vagy illetve lezárnánk ezt a programot, és nagyon köszönöm, hogy Krisztián eljött és megosztotta velünk a kutatási tapasztalatait. Azt gondolom, hogy megelevenedett előttünk azért a történelem, emlékek is talán előkerültek, sőt, gondolatok is előkerültek, és hát ez lenne ennek a programsorozatnak a célja. Tehát a következő előadás ugye Németország lesz, vagy mondtam, hogy NATO is lesz majd, tehát olyan előadók fognak ideérkezni, idejönni, akik, hogy magamat ismételjem, megpróbálják számunkra a történelmet házhoz hozni, hogy ez legyen a zárszó ezen a mai programon. Köszönöm szépen a figyelmüket, és akkor várjuk önöket szeretettel április, most van, mi van most február, ugye? Március, bocsánat, akkor egy hónap múlva, április első hetének csütörtökén, mert mindig ebbe egyeztünk meg a igazgatóasszonynal, hogy ez egy fix pont lesz majd, fix dátum lesz minden hónap első csütörtökén 5 órakor, és jövő egy hónap múlva akkor pedig mondom Németország és Európa kapcsolata lesz majd a téma. Köszönöm szépen még egyszer. Figyelj, meg lehet vásárolni a könyvet is, hogyha valaki árengedi, mert ezt ugye ő tudja.